Sóvári úr fiákerén hazavitte Sóvári nét és a kisebb gyerekeket. Sanyi, Ágika és Jancsika ott alszanak a szállodában. Amikor egyedül maradtak, Ágika Jancsika nyakába borult. Mikor házasodunk össze? Én már teljesen a tiéd akarok lenni. Jövő őszre. Nem akarok soha többé megválni tőled, még a kirándulásra is veled megyek, még a világ végére is. Jól meggondoltad? Jössz a kirándulásra? Igen, melletted semmitől se félek. Másnap délután, ahogy bevégezte a munkát, Jancsi megfürdött, tiszta ruhát húzott és a szobájába hívta Oldót. Néhány másodperc múlva be is lépett az ajtón. Ne haragudj, hogy már megint hívlak, Dalla felcsigázta érdeklődésemet a tánc iránt. Erről szeretnék veled beszélni. Jancsi, hívásaidért nem kell elnézést kérni. Már megmondtam, hívhatsz, amikor akarsz. Gondolom már rájöttél, nem mindig eredeti alakomban vagyok itt nálad. Híváskor először a másom röppen ide, ezután két lehetőség van. Vagy a másom magával rántja az eredeti testemet, és megjelenek, vagy a másom anyagszerűsödik, és megjelenik. Ha el vagyok foglalva valamilyen halaszthatatlan tevékenységgel, másom alakjában jelenek meg. Számodra ez lényegtelen. Ha igényt tartasz védelemre, vagy beszélgetésre, vagy tanácsra, nyugodtan hívjál. Köszönöm. Tetszett a táncotok, és megkérdeztem Dallát, hol tanultatok ilyen módon táncolni, mire ő azt válaszolta, kérdezelek meg téged, mert ő nem tud olyan jól magyarázni, mint te. A múltkor már említettem, nagypapád ágán nagy szerepe van a mozgásnak, többek között a táncnak is. Úgy 30 évvel ezelőtt magyarázta el nekem a saját tánc elméletét, aminek az alap gondolatmenete a következő. Az ember tánccal a fénytest aljára leülepedett energiákat felaprítja és mozgásba hozza. A mozgásba hozott energiák a fénytesten belül elfoglalják azt a helyet, amelyben leghasznosabbak, leghatékonyabbak. A mindennapi életben nagyon ritkán mozognak az emberek egymáshoz olyan közel, hogy egymás fénytestének belsejét befolyásolják, befolyásolhassák. Szóval tánc közben a partnerek egymás energiáit is aprítják és felkeverik. A fénytestek belső energiái egymással kapcsolatba lépnek, egymást befolyásolják, sőt egyes energiák párosokat alakítanak ki. Ezért közkedvelt a páros tánc. A füvesek, látván a tánc lehetőségeit, mozgásuk tudatosításával fokozták a tánc hatását. Amikor nagypapád engemet tanított tánc mozdulatokra, először két érzést gyakoroltatott velem. Ezzel kezdjed te is. Az első, úgy lépsz, mintha nem meghatározott, titokzatos, ismeretlen valamire lépnél rá. A második, ugyanazt a titokzatos valamit húzod, vagy taszítod, vagy kavarod a lábaddal lépés közben. Ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, így elmondva. Ha ezt begyakoroltad, az első érzést változtasd úgy, lépj, mintha parázsra, vagy forró homokra, vagy nedves fűre, vagy valamilyen más meghatározott anyagra lépnél. A második érzést is az anyagérzet felé közelítsed. Például vizet, vagy port kavarsz, vagy rúgsz valamit, stb. E lépésmód begyakorlása elég időigényes, hosszadalmas. Ha már begyakoroltál néhány érzéspáros, például forró homokon lépkedsz és levegőt kavarnak lábaid, vagy csúszós kavicsokon lépkedsz és vizet kavarnak lábaid, akkor kíséreld meg a lépéseket számodra kedves zene ritmusára. Én 5 év napi 1 óra gyakorlás után tudtam tánclépésben meghatározott két érzést folyamatosan érezni. Csak ezután kezdtem Dallával gyakorolni.
Dala és én tudjuk ugyanazt az elképzelt érzést eltáncolni. Például felhőkre lépkedünk, és lábaink kavarják a csillagokat, vagy levegőben lépkedünk, és fénycsóvákat húzunk lábaink után. Ezek csodálatos érzékek, érzelmek. Imádok vele táncolni. A test és kéztartásnak is van jelentősége, pontosabban mondva a test és a kéztartásnak is lehet jelentést adni. Erről majd akkor beszélek, ha a lépéseket begyakoroltad, ha addig magadtól nem jössz rá. Elmondom még egyszer, az ember működőképes energiáinak egy része elhagyja a helyét, és lerakódik a fénytest aljára. Ezért az idős emberek fényteste alakja kitágul. Tojásra vagy körtére hasonlít, nem gömbre. Ez az energia itt teljesen haszontalan, sőt fékezi mozgásukat. A lerakodott energiát fel tudják aprítani és keverni lábaik mozgásával. Hogy a lábaink aprító és keverő hatását fokozzuk, meghatározott módon kell lépkedni. Az energia aprítását akkor végzi a lábunk leghatékonyabban, ha lépkedéskor úgy összpontosítunk, mintha valamire rálépnénk, mintha valamit taposnánk. Az energia felkeverését pedig, ha az energia kötődik a lábunkhoz. Ez akkor lesz, ha úgy összpontosítunk, mintha lábainkkal valamit húznánk, taszítanánk vagy kevernénk. Következő gyakorlattal kezdjed. Alaphelyzetből kilépsz jobbra, úgy, mintha valamilyen ismeretlen titokzatos anyagra lépnél, ezután a jobb lábad mellé lépsz a ballal ugyanúgy. Visszalépsz ballal a kiinduló helyre, majd a jobb lábaddal mellé lépsz ugyanúgy. Elmondva nagyon egyszerűnek tűnik, de csak kitartó gyakorlással lehet elérni, hogy minden lépés ugyanazzal az érzéssel legyen elvégezve. Ha ez már megy, akkor hozzáképzeled, amikor jobb lábaddal lépsz oldalra, valamit a lábad megtol, és amikor ballal lépsz mellé, az a valamit mint meghúz. Ugyanígy lépsz a ballal vissza a kiinduló helyre, mintha valamit megtolna, és jobbal a bal mellé, mintha valamit meghúzna. Kezdetben a gyakorlás felesleges időpazarlásnak tűnik, később, ha majd már érzed a gyakorlat hatását, élvezettel fogod végezni hosszabb ideig is. A zene és a tánc szerepe felbecsülhetetlen az ilyen emberek számára, mint mi. Nagypapád szavaival élve, mi, akik a végtelen lábaik között bujkálunk, sokszor a szomorúság rabjai vagyunk. A jókedvű zene és a tánc átsegít a mélypontokon. Miért hat ránk ilyen módon a végtelen? A végtelen érintésére belső energiánk mozgása lelassul, ezt érzékeljük szomorúságnak. Ez nyomasztó, de hasznos. Ez hosszabbítja meg az életünket. Most már értem a tánc hatásmechanizmusát, Juliska és Ágika nagyon szeret táncolni, élvezik energiáik felkavartságát. Így van. A nők sokkal könnyebben tudják felkeverni energiáikat, ezért a végtelen hatását könnyebben elviselik. Egyes nők úgy járnak be a végtelenbe, hogy az fel sem veszik. Miért van így, nem tudom. De ez tény, ez így van. Majd szokta mondani, a nők úgy érzik magukat a végtelenben, mint a saját konyhájukban. Oldó hallgatott néhány másodpercet, ezt kihasználva Jancsi témát váltott. A kirándulásra megyünk mind a négyen. Ágika is jön. Csütörtök este kint alszunk a patakparti házban, pénteken hajnalban indulunk azon az úton, amelyiken a mosta és az apa vezetett minket. Becslésem szerint felnőtt léptekkel 2 órai járása lehet a tisztás, ahol hagytak bennünket. Most sátrat ütünk, felkutatjuk a környéket, megkeresjük a barlangot, amelyikben aludtunk, szombaton hajnalban indulunk Luca banya tanyája irányába. Emlékezetemben többször felidéztem az utat.
Mi akkor úgy 10 órát mehettünk. Becslésem szerint felnőtt ember 5-6 óra alatt megteheti ezt az utat. A tanya közelében kimagasodik a szürke szikla. Közelében patak folyik, ez is megkönnyebbíti a keresést. A patak és a szürke szikla helyzetéből benézhetjük Lucabanya tanyája romjai helyét. A szürke szikla és a patak között van egy nagyobb barlang. Kitakarítjuk és ott alszunk. Vasárnap reggel korán indulunk vissza, és szerintem délre itthon leszünk. Vigyél magaddal térképet és iránytűt. Indulás előtt készíts iránytervet. Menet közben a kanyargó erdei utakon megzavarodik irányérzékünk. Én ismerem a vidéket, amelyeken gyűjtök, mégis mindig viszek magammal iránytűt. Fiatal koromban sokszor hasznát vettem. Most már a másommal felemelkedhetek a táj fölé, és megnézhetem, merre vezet az út, de mégis viszek iránytűt. Nagypapát nagyokat nevetett, amikor én iránytűztem. Ő ismerte a régi táltosok technikáját, a mása madár alakjában röpködött felette. Az én mása, mint ahogy láttad is, olyan, mint én. De azért fel tud emelkedni a táj felé. Az ő mása néhány különböző alakot tudott ölteni. Tőle hallottam, régen portyázó őseinket táltos irányította. Olyan táltos, akinek madár alakú mása szállt a hadak előtt. Nem tévedtek el, sőt, ha csapdát állítottak nekik, azt is időben észrevette a táltos, és elkerülték. Még beszélgettek a bálról, az elfnesi úr könyvtáráról, majd eltávozott oldó. A banyák kegyetlenül dühösek. Érzik, Sanyi, ki lett gyógyítva. Az a varany vén füves, ha kiszedi Sanyiból a villány címét, idejön, és úgy kap be mindkettőnket, mint egy kövér varany két legyet, sziszegte Vilma izgatottan. A kiránduláson elintézzük Sanyit, addig a tanyánkon tartózkodunk, mondta Lili. Beöltözünk két kiránduló kislánynak, és véletlen éppen arra tévedünk, mondta Vilma, és kislányosan illegette magát. Hogyan kerülhet a sűrű erdő mélybe két kislány? Azok nem olyan többfilfók, mint a fővárosiak. Oda komolyabb terv kell. Mondjál te jobbot! Magunkkal hívjuk a három fővárosi banyát. 5 gyógyhüvet gyűjtő falusi asszony már nem lesz gyanús. Igen, de mi nem gyógyfüvet megyünk gyűjteni, hanem elintézni Sanyit. Na, ne mondd, nem is tudtam. 5 együtt még a vén varangyal is elbírnánk. Ne kockáztassunk, ha nem muszáj. Lili, te nem csak vén, te gyáva is vagy. Lili félrehúzta a száját, de nem szólt semmit. Éjjel meglátogatták a fővárosi szomszédbanyákat, a szomszédasszonyokat, ahogy szokták mondani, majd tanyájukra kiröppentek mind az 5. Ez az első közös akciójuk, fel kell készülni. A boszorkány hagyomány azt tartja, délelőtt veszélyes elhagyni a házat. Bent kukoricaszemeket töltöttek káros energiával. A banyák körbeültek. A kör közepébe, vászon szatyorban kukoricaszemeket helyeztek, tekintetüket mereven a szatyorra szegezték, közben varázsigét mormoltak. A tudatszint, amelyiken a rossz energia mozgatható, a boszorkány tudatszinthez közel áll. Közös varázsige mormolás eljuttatta tudatpontjukat a boszorkány tudatszintről arra, amelyen tudják mozgatni a rossz energiát. Az erősen szegezett tekintet irányítja és vezéreli az energia rögzítését. A szem a szándék kormányosa, ezért lehetséges szemmel verni. A káros energiával töltött kukoricaszemek, míg a szatyorban vannak, nem hatnak, ha semlegesen viszonyulunk irántuk. De ha például valaki felveszi a szatyrot, megrázza és a figyelmét beleirányítja a szatyorba, gondolva mi is van benne, akkor az összes rossz energia átmegy rá.
Így járt Vilma és Lili cselédje a központi szállodában annak idején. A banyák a kukorica szemek lerakásakor is varázsigét mormolnak. Egy másik varázsigét. Ez aktiválja a rossz energiát. Ezután mindenre hat. Átmegy a rossz energia minden élőlénybe, aki csak hozzáér. Azok, akik látják az energiát, a rossz energiát foszforeszkáló világos zöld színűnek látják. Csak nagyon erős, nagy védettségű füves tud káros energiát eltávolítani. Kiszívja, úgymond átveszi, majd kitaszítja magából. A füves látja, hol helyezkedik el a világos zöld foszforeszkáló energia. Odaszorítja száját, magába szívja, majd kifújja. Egyes füvesek előbb ásnak árkot, abba fújják bele. A banyákat hajtja türelmetlenségük. Feszültek, nem tudják kivárni a kirándulást. Úgy döntöttek, elteszik Sanyit lábbalól minél előbb, amíg a címüket még nem mondta el senkinek. Éjjel a központi szálloda környékén értek földet. Érezték, Sanyi valahol ott tartózkodik. Az öt banya közül hárman, 30 körüli, jól öltözött városi hölgynek látszott, kettő pedig 40 fölötti gazdag úri embernek. Sétált a központi szálloda környékén. Joliska, mintha érezte volna a leskelődők jelenlétét, marasztalta Sanyit, aludjon ott. Ő mégis hazaindult, inkább sétál most a kellemes esti levegőn, mint hogy reggel korán siessen a műhelybe. A Sovárjék háza gyalog 30 perce van a központi szállodától. Ahogy Sanyi elhagyta a szállodát, a banyák óvatosan utána eredtek. Vilma és Lili karon fogott egy férfinek látszó banyát, mentek Sanyi nyomában. A másik kettő követte őket. Félúton megközelítették Sanyit úgy 5 méterre. Amikor nem volt senki az utcán, Lili kilépett, megközelítette Sanyit, és jobb kézzel tudatpontját meglökte. Sanyi elszédült, de még lépett kettőt, és fejjel bejárati bádok kapunak esett. Az nagyot durrant, Sanyi összecsuklott, és beesett a kapu tövébe. A banyák nem tudták rögtön rávetni magukat. Lili Sanyit kezénél fogva ki akarta húzni a kapuajból, nem sikerült, beakadt a zakója valamibe. A szokatlanul nagy zajra kilépett néhány ember a környező házakból. A bádok kapu is kinyílt. A benti fény megvilágította Sanyi arcát. A házból kilépő ember felismerte, lehajolt hozzá. Mi van, Sanyikám? Mi történt? Felemelte Sanyi fejét. A banyák hátra léptek, Vilma izgatottan odaszólt. Gondoltuk, segítünk az úrnak, de már ha ön segít neki, mi orvosért sietünk. Megyünk is rögtön, küldjük az orvost. Elsiettek. Sanyit a szomszédság segítségével bevitték a házba, hideg vizet locsoltak az arcára. Néhány perc múlva magához tért. Mi történt, Sanyikám? Kérdezte a házigazda. Nem tudom. Hazafelé tartottam a központi szállodából, és most itt vagyok. Hogy érzed magad? Fáj a fejem teteje. És hány ingerem van? Megtapogatta a feje tetejét, véres lett a keze. Fejbe vágtak. Az is lehet, de szerintem fejjel estél a kapunak. Nagy csattanás hallatszott. Rögtön kiszaladtunk. Néhány idegen volt körülötted. Az egyik idegesen ráncigálta a kezed. Ahogy mi megjelentünk, elmentek, azzal majd orvos küldenek. De hát ilyenkor az idegenek hol találnának orvost? Hányan voltak az idegenek? 5, 2 úr és 3 hölgy. Haza segítenének? Nem várod be az orvost? Nem, sürgősen haza kell mennem. A házigazda haza kísérte. Útközben 3-szor hány, de ment a saját lábán. Sietett. Rosszul lét hasonló, mint a múltkori. Egyértelmű, ez a banyák műve. Ahogy megérkezett, egyenesen a Jancsi szobájába ment. Kopogás nélkül be akart nyitni, de be volt zárva.
Jancsi, segítségre van szükségem, kiabálta és megdöngette erősen az ajtót. Jancsi óvatosan kizárta az ajtót és Sanyi fülébe súgta, csendesebben, nálam alszik Ágika. Sanyi gyorsan elhadarta, nagy bajban vagyok, megtámadtak a banyák az utcán. Hány ingerem van, legyél szíves, hívjad oldót. Gyorsan hideg zuhony alá, Ágikám, segíts neki. Jancsika átment a Sanyi szobájába és oda hívta oldót. Néhány perc elteltével meg is jelent. Sanyi után mentek a fürdőszobába. Oldó sötétben megnézte Sanyi fénytestét, és látta, a tudatpontja el van mozdítva. A zuhanyozást folytasd, amíg csak bírod a hideg vizet, amíg nem vacogsz. Amikor Oldó úgy látta, rendben van a fényteste, törülközővel végigdörzsölt az egész testét. Hogy érzed magad? Jól vagyok. Teljesen rendbe jöttem. Akkor minél részletesebben meséld el, mi történt. Sanyi elmondta, amit a házigazdától hallott, és amit a támadás után érzett. Oldó csendben gondolkodott, gondterheltség sugárzott arcáról. Én nem vagyok harcias alkat. Inkább az alkalmazkodást választom, mint a harcot. Sajnos ezekkel a banyákkal most már le kell számolni. Te, Sanyi, a szerencsések szerencsése vagy. Túlélted 5 boszorkány támadását. Téged gyilkossági szándékkal támadtak meg, ez nem vitás. Lelepleződtek, és ezt nem tudják elviselni. Mivel ez a támadás nem sikerült, biztosra vehetjük, lesz következő is. Hétvégéig legyetek együtt mind a 4-en. Juliska is jön ide. Ezt a házat ne hagyjátok el. Be nem fognak jönni, mivel itt hagyom egyik szövetségesen. Csütörtökön indulás előtt hívjatok ide. Egyik szövetségesem az úton is veletek lesz. A banyák támadás után, ahogy az utca sötét részébe értek, elröppentek. A boszorkánytanyán landoltak. Alig ér földet a lábuk, és lepattantak a seprőről, Vilma belekapott Lili hajába, földre teperte és rátérdelt a mellére. Lili nem mert védekezni, bűnös. Vilma lehajolt és fülőbe ordította, te patkán varany, miért jobb kézzel toltad meg a tudatpontját, ha bal kézzel megütött, összecsuklik és már halott is. Ha mindjárt elpusztul, nem sikerült begyűjteni az energiáját, suttogta Lili. Igen, éppen a Sanyi varangy energiájára vagy éhes. Elfelejtetted, mi a célunk? Eltenni lábalul, kinyúvasztani, te szitagyú hólyag. Többször térdel a Lili bordáiba rugott, de ő hősiesen tűrte. A 3 fővárosi banya nagy nehezen kibékítette őket. Fél óra elteltével már a tanyájuk előtti füves tisztáson boldogan táncoltak, mintha mi sem történt volna. Tiszta az ég, erős a holdfény, ilyenkor a banyák különös táncot járnak. Következő éjjel kiröppentek a friss patak partjára. Először is szemügyre akarták venni a szövetségest. Amint észlelték jelenlétét, megálltak és néhány lépést visszahúzódtak. Csendben figyelték. Amikor bebizonyosultak, nem közeledik feléjük, lenyugodtak és türelmesen körbeszorták a házat rossz hatású energiát tartalmazó kukorica szemekkel. A terv magában foglalta a lehetőséget, hogy a füves kigyógyítja a kiránduló varangyokat, de ezzel ő gyengül, és ha lesz szerencséjük, vele is le tudnak számolni. A banyák nagy munkát fektettek a kukorica szemek szétszórásába. Varázsige folyamatos mormolása közben a ház körül minden méterre dobtak 1-2 szemet. A munka végén nagy megelégedettséggel nyugtázták, egy varangynak se nincs esélye átmenni ezen a területen, úgyhogy ne kapjon be bár egy szemet. Bizakodva hagyták el seprőiken a vidéket. Az egész műveletet Gogán nagy érdeklődéssel figyelte.
mivel ő szervetlen élőlény, a világos zöld foszforeszkáló energia az ő számára nem káros. Tetszett neki a ház körüli világító gyűrű. Lassan lekúszott a világító kukorica szemekig, megérintett egyet, ezzel felszabadult a világító energia, és szétillant a környezetbe. Ez nagyon tetszett neki, így jászadozva elpukkozgatta sorba mindet, majd visszavonult a padlásra. Még az este Jancsi elment Juliskáért. Elmondta neki, mi történt. Első pillanatban eléggé ilyet arcot vágott, de gyorsan csomagolt ruhát és átköltözött Sóváriékhoz ő is. Csütörtökön délelőtt Juliska hívta Dallát. A hívás oka, Ágika is szeretne Fivas asszonynál tanulni. Ezt rögtön, ahogy megérkezett, el is mondták neki. Mosolyogva végignézett rajtuk. Úgy látom, lányok, megijedtünk. Egy kis előzetes magyarázat azért szükségeltetik. A tanító választás nő részére bonyolultabb, mint férfi részére, mivel több típusú nő van, mint férfi. Figyeljetek, 9 alaptípusú nő van. Egyes típusok között a különbség a fénytest belső felépítéséből adódik. A tanítvány csak olyan tanító vállalhatja, aki ugyanabba a típusba tartozik, mint ő. Juliskát azért én tanítom, mert mi ugyanolyan típusúak vagyunk. A tanítás beszéddel végezzük, de nem csak azzal. A néma tudást, a szóban nem megfogalmazható tudást utánzással teszi magáévá a tanítvány. Csak annak az elrendeződését és mozgását tudjuk utánozni, aki olyan, mint mi. Ezért nehéz mindenkinek tanítót találni. A tőlem telhetőt megteszem, kikérem Oldó véleményét is. Dalla, kérlek szépen, melyik az a 9 nőtípus? Hát, Juliskám, ez nagyon bonyolult téma. Ennek a magyarázásába belekezdeni, annélkül, hogy látnád bár egy kicsit az energiát, nincs értelme. Majd, ha látod az energiát, megfigyelheted a fénytesteken belüli eltéréseket. Majd akkor megmagyarázom az eltérések gyakorlati jelentését. Most foglalkozunk a védettségetek kialakításával. Juliska, te már tudod. Álomban lévő nőket a boszorkányok méhükön keresztül befolyásolják. Ébren lévőket a tudatpont elmozdításával. Most azt szeretném megmagyarázni, hogy a tudatpontot el lehet rejteni. A fénytest burok mozgatásával, de kezeink forgatásával is. A fénytest burok mozgatásának begyakorlása időigényes, ezért egyelőre, ha a banyák látótávolságban lesznek, vagyis látnak titeket, alkalmazzatok kézforgatást. Úgy végezzétek, mint ahogy forog a szélmalom kereke. A forgó kezek energiaszálai zavarják a látást, és a banyák nem tudják megfigyelni a tudatpont helyét és helyzetét. Így nem tudják szándékukat ráirányítani, nem tudják befolyásolni. Dalla megmutatta nekik, milyen hevességgel végezzék a kézforgatást. És még csak annyit, hogy a kiránduláson, ha leültök, egymásnak háttal üljetek, és támasszátok egymáshoz hátatokat. Négyen vagytok, mindenki más égtáj irányába nézzen. Ezután beszélgettek az eljegyzési bárról, a zenéről, az ételektől, a ruhákról, igazi női beszélgetés kerekedett. Távozáskor Dala még egyszer megismételte, legyenek éberek, mind a négyen állandóan tartsanak együtt, és ha valami szokatlan, furcsát észlelnek, rögtön hívják őt, vagy Oldót, vagy mindkettőjüket. Csütörtökön ebéd előtt Jancsi hívta Oldót. Rögtön megjelent, és ott maradt indulásig. Kikísérte őket, és feltűnően integetett utánuk.
Az integetés valójában a szövetségesének szólt. Küldte a kocsi kíséretére. A kocsit Józsi segéd vezette. Szerencsésen megérkeztek, ahogy behorták a podgyászt, Jancsi már is útnak indította a segédet. Érjen haza még világoson. Nagypapa szobájába átvittek még egy ágyat. Mind a négyen ott fognak aludni, a házból ki sem lépnek. Teáztak, beszélgettek a nappaliban, majd vacsoráztak és lefeküdtek. Kora hajnalban keltek, és rögtön indultak is. Mindenki vitt egy hátizsákot, Sanyi, Juliska, Ágika, Jancsi sorrendben mentek. Hallgattak. Jancsika emlékezetben már sokszor végigjárta ezt az utat. Most is előtte lebeg a komoly apa, a ficánkoló mostoha, és utánuk lehangoltan kullogó Juliska képe. Éjjel Gogán nagyon élvezte a társaságot. A négy fiatalból áradt a szeretet, és ő boldogan begyűjtette a nagy mennyiségű energiát. Egy idáig nézett a távozó fiatalok után, majd utánuk eredt. Az úton senki sem tudatosította Gogán jelenlétét, de egy idő múlva csökkent feszültségük, már nem villogtak folyamatosan jobbra-balra, Gogán jelenléte tudat alatt növelte biztonságérzetüket, sőt, jókedvük is lettek. 2 óra gyaloglás után leültek pihenni. Hátukat összedugták, kényelmesen ültek és 4 irányba néztek. Figyelték az egész látóteret. Pihenés közben ettek néhány falatot, ittak vizet és elindultak. Jancsi menet közben leletekintett az iránytűjére. 1/2 óra gyaloglás után hirtelen állt, parancsolt. Itt vagyunk, ez lesz az, mondogatta izgatottan, és a bal kéz felől látszó tisztás irányába indult. Kibújtak óvatosan tisztásra, és körülnéztek. Ez lesz az szerintem is. Arról jöttünk, ott gyűjtettük a száraz ágat, és itt valahol lehetett a tűz, abban az esetben a barlang arra lesz, mondta Juliska. Felderítő koromban azt tanultam, a tisztás legmagasabb pontjára kell építeni a sátrat. Így, ha esik az eső, nem mossa le a tábort a lefolyó víz. Szerintem ott az a legmagasabb pont, mondta Sanyi, és elindult egyedül a tisztás közepe felé. Sanyi, mindenhol együtt megyünk, szólt rá Ágika. Ó, bocsánat, igazad van. Lerakták a hátizsákokat, leültek, lefeküdtek, pihentek. Később közösen felkutatták a barlangot, meg is találták. Sajnos alvásra 4 felnőtt részére szűknek bizonyult. Mégis fel kell állítani a sátort. Felállították a sátrat a tisztás legmagasabb pontjára, ahogy Sanyi tanácsolta. Tüzet gyújtottak, körbeülték, és szalonnát sütöttek. Most egy jó felderítő a hegyoldalakat tanulmányozva megállapítaná, legvalószínűbben hol találhat forrásvizet, mondta Sanyi. Mindenki el volt foglalva a szalonnájával. Ahogy megsütötték, ebédeltek, ittak rá otthonról hozott teát, és behúzódtak a sátor hűvösébe. Jancsi elaludt. Többiek beszélgettek erről-arról. Gogán kezdetben ott sürgött-forgott a sátor körül, majd amikor a napsütés erős lett, bevonult a barlangba. Az olyan szervetlen lény, mint Gogán, nyugodt, hűvös, de száraz helyet szeret. Délután Sanyi kiült a sátor elé és rajzolta a tájat. A többiek bent a sátorban lustálkodtak. A banyák elsődleges tervüket, hogy 5 gyógynövény gyűjtő asszony alakjában jelenjenek meg, módosították. Éjjel jelenünk meg, rájuk ijesztünk, és ahogy kiugrálnak a sátorból, én balkezes ütéssel sorban letaglózom őket, jelentette ki Vilma mérgesen. Lili hallgatott.
A rosszul sikerült támadás miatt még mindig neki hallgatni kellett, ha nem akarja megkockáztatni, hogy Vilma behúzzon neki. A három városi banya Vilma és Lili vitájába nem mert beleszólni, netán beavatkozni. Felnéztek rájuk, mint ahogy ők felnéztek Lucára, de most, amikor a banyák figyelmüket a kirándulókra irányították, megdermedtek, azok a sátor alatt jó hangulatban lustiznak. Vilma és Lili nem tudták megmagyarázni a városi banyáknak, miért nem működtek a kukoricaszemek. Egyikőjük sem lépett volna egyetlen egy szembe sem, ez lehetetlen. Sziszegte mérgesen Vilma. Úgy látszik, elvesztették rontóhatásukat, mondta fintorogva az egyik városi banya. Elvárásuk szerint menet közben le kellett volna sántulni a kiránduló társaságnak. Ezután szédülés és eszméletvesztés beállta lett volna törvényszerű. Azt gondolták, most már fetrengve, jajbeszékelve hívják oldót, aki alig győzi eltávolítani testükből a rossz hatású energiát. Általunk rossz energiával töltött kukoricaszemek még mindig működtek. Ilyen rövid időn belül még soha nem vesztették el rontó hatásukat, mondta Lili, mintha elnézést kérne. Egyik városi banya megvádolta őket, nem is olyan nagy tudásúak, mint amilyennek tetetik magukat. Vilma már amúgy is mérges volt, e vád hallatán akkorát vágott a banya fejére, hogy az még nyugni sem érkezett, már is összerogyott. Erre a másik felemelte kezét, meg akarta ütni Vilmát, mire ő pördült egyet és bal kézzel akkorát vágott a városi banya felemelt karjára, hogy az eltört. A fájdalomtól vonyított egy nagyot a szerencsétlen és összekuporodott. A harmadik összehúzta magát és hallgatott feszülten. Vilma komolyan rászólt. Vigyed ezeket a varangyukat és kotródj innen! Felállt az ilyet banya, karon fogta a törött kezőt és kivezette a szobából. Lili hideg vízzel arccal öntötte az ájultat, amikor életját adott, kidobta az ajtón. Rohadt patkányok, mondta csalódottan. Az a tetű kezet emelt rám. Lili, ezek a varangyok nem tudják, kivel van dolguk. Nem, Vilma, ezek a patkányok méregkeverésen kívül semmihez sem értenek, és te azt hiszik, más sem ért. Földhöz ragadtak, mint a tehéntrágya. Ami energiánknak köszönhetően tudtak megjelenni a városban polgári ruhában. Ők számunkra csak terhet jelentenek. Vesztünkre hoztuk őket magunkkal. Velük nem vagyunk többen, csak sűrűbben. Ez a tyúkeszű varany véleményt mert mondani a mi tudásunkról. A macskánk tudása nagyobb, mint a hármójuké. Pihenjünk éjfélig. Éjfélkor odaröppenünk és széttaposuk azokat a friss gilisztákat. Szürkületkor megjelent oldó. A kirándulók nagy örömmel üdvözölték. Éppen vacsoráztak, nyárson sült húst, füstölt sajtot és paprikát. Oldó csatlakozott hozzájuk. A sátrat erről a helyről tegyétek át oda, az a két fa mögött fog megbújni egy-egy szövetségesen. Így közel lesznek hozzátok, de a banyák nem vehetik őket egykönnyen észre. Ti ne jöjjetek ki a sátorból, akármi történik is. Kuporodjatok össze, térdeiteket szorítsátok a mellkasotokhoz, és hallgassatok. Vacsoráztak, majd lebontották a sátrat, újra felállították közelebb a tisztás széléhez, 3-4 méterre a kijelölt vastag fáktól. Ha oldó nagyobb mennyiségű energiát ad szövetségeseinek, azok anyagszerűsödnek. Az egyik két kézzel rendelkező szekrény alakú fekete szőrös alaknak, a másik pedig krokodilszerű, szőrös csúszó mászó valaminek látszik.
Éjfél után Vilma és Lili a tisztás környékén értek földet. Óvatosan közeledtek, tekingetve minden irányba, nem látják a füves mását. Megpillantották a sátort. Néhány percig figyeltek, semmi sem ébresztette fel gyanújukat, megindultak irányában. Ekkor előbújt Gogán. Banyák, ahogy észrevették, gyorsan elbújtak a tisztást övező fák mögött. Egyik fától a másikig közeledtek a sátorhoz. Így eljutottak a fákig, amelyek mögött álltak oldó szövetségesei. Lili ahhoz a fához lépett, amelyik mögött a fekete, szőrös, szekrényszerű alkot állt. Az hirtelen előről átölelte Lilit, aki harba bocsátkozott, ki akart szabadulni az öleléséből. Következő pillanatban a krokodilszerű szőrös valami elkapta fogaival Vilma lábát. Vilma kegyetlenül vonított és verte az alkat fejét. Harc közben nagy mennyiségű energiát veszítettek, és ezt a szövetségesek rögtön felszippantották. Erejük rohamosan veszett, ebből Vilma rájött, ezek szövetségesek. Abban a pillanatban minden izmát ellazította, és elkiabálta magát. Lazulj el, ezek szövetségesek! Lili is rögtön teljesen elalélt. Még egy ideig tartották őket a fura alkatok, majd elengedték. Mind a ketten leroskadtak a földre. Lili sokkal több energiát veszített, a szövetséges a köldökére helyezte a saját középpontját, így az egész felszabadult energiát egy az egyben átvette. Lili visszanyerte valós alakját, 130 éves töpörődött banyának nézett ki. Vilmának csak a válláig ért. Vilma ránézett komolyan, bal kézzel elkapta a gravancát, jobb kézzel behúzott neki egy egyenest, majd alulról egy horgot. Lili elájult. Vilma a vállára dobta, és megindult vele az erdő mélyébe. Ez azért volt, mert olyan nagyon okos vagy, meg azért, mert olyan nagyon szeretsz főnökösködni, meg már tartoztam is ennyivel, mondta morogva. 20 lépés után Vilma Lilivel a hátán eszméletlenül összecsuklott. Oldó benézett a sátorba, kirándulók, elmúlt a veszély, kurjantotta vidáman. Bement az erdőbe és megkereste a banyákat. Látva, mennyire lerobbantak, elgondolkodott egy pillanatra, ha megparancsolná szövetségeseinek, teljesen ürítsék ki a banyák energiáját, meghalnának. Amit idáig tett, védelemből tette. Ha most bántaná őket, az már gyilkosság lenne. Hozott vizet, és leöntötte őket. Vilma rögtön észhez tért. Kimeredtek szemei látván Oldót, aki a mása alakjában volt. Halálfélelem látszott az arcán. Most életben hagylak benneteket, de ha még egyszer erre a vidékre merészkedtek, másképp lesz, mondta Oldó halkan, de határozottan. Vilma lehajtotta a fejét, hallgatott, majd élezgette Lilit. Nagyon nehezen észhez térítette, kívánszorogtak a tisztásra. Vilma vonszolta a bukdácsoló Lilit. A fiatalok kibújtak a sátorból, és néztek a banyák után. Oldó követte őket 10 méter távolságból. Szánalmas és humoros látvány volt a két banya. Felfel buktak a lele eső szoknyájukban. Az erős holdfényben szemmel követhették őket, amíg nem tűntek el a tisztás ellentétes oldalán. Tanyájukig 3 napig bukdácsoltak vesztükre. Ott a 3 bosszúvágytól fűtött fővárosi banya várta őket és megölte. Durván végeztek velük, botokkal verték agyon őket, majd szél áramló energiájukat egészében felszippantották. Ahogy a banyák eltűntek a tisztásról, Oldó visszament a sátorhoz. Közben a fiatalok tüzet raktak, itt az erdőben éjjel-nyáron is hűvös van,
körülülték a tüzet. Oldó, mi történt a banyákkal? Úgy történt, ahogy terveztem. Szövetségeseim energiájuk nagy részét eltulajdonították. Ez azért sikerült ilyen könnyen, mert ők nem ismerték szövetségeseim képességét. Legyetek nyugodtak, ők már soha nem fognak annyira megerősödni, hogy komolyan veszélyeztetni tudjanak titeket. Nem akartam megölni őket. Én úgy vagyok ezzel, ne gyilkoljon az ember, ha nem muszáj. Ami ezeket a banyákat illeti, már nyugodtan gondolhattok rájuk, de el is felejthetitek őket. A ma éjjel még a sátorok közelében fog őrködni Gogán. Ő önszántából követett benneteket és besegített, nem engedélyezte a banyáknak a sátor megközelítését a tisztáson keresztül. Nagy segítségünkre volt. Gogán okos, kreatív. Reggel, amikor indultok, búcsúzzatok el tőle. Tudassátok vele, szeretnétek, ha továbbra is őrizné a patakparti házatokat. Sanyi, Majs, aki jó barátom és munkatársam, vállalja az oktatásod. Előre bocsájtom, hogy szigorú és kegyetlenül fegyelmezett. Gondold meg, vele nem kényelmes eszmefuttatások, hanem könyörtelen gyakorlatok várnak rád. Jövő hétvégén gyere ki Jancsival a patakparti házba. Majs is ott lesz. Az oktatás elején a tanító csak akkor jelenik meg, amikor a tanítvány hívja. Így a tanítvány visszaléphet magyarázkodás nélkül. Egyszerűen nem hívja a tanítót, és kész. Az, hogy te megismerkedsz Majssal, nem jelent számodra kötelezettséget, nem jelent semmilyen veszélyt. Ha nem felel meg a stílusa, nem hívott többet. Ez szabadságot biztosít a tanítónak is. Ha nincs megelégedve a tanítvánnyal, nem jelenik meg a hívásra. Így van ez az első három évben. Később már annyira összefonulnak tanító és tanítvány energiái, hogy nincs értelme megszakítani az oktatást. Nem hallottam valaha is tanítvány három vagy több év tanulás után megszakította volna kapcsolatát a tanítóval, vagy a tanító a tanítvánnyal. Néhány óra után a tanítvány megijedt, és nem hívta a tanítót, ilyet már hallottam. Nekem is volt egy ilyen esetem. Na jó, aludjatok. Úgy tudom, holnap korán indultok. Jó éjszakát. Alig elaludtak, már megviradt. Reggeliztek néhány falatot, szétszették a sátrat, a hátizsákokba bepakoltak, elbúcsúztak Gogántól, és elindultak. Annak idején, gyerekkorunkban, innen elindulva, Juliska azt mondta, induljunk azon az úton, az lehet, hogy egy jó út. Most mit gondolsz, jó út volt? Mondta Jancsi viccelődő hangnemben. Nem tudom, Jancsikám. A képességemet felülmúlja egy másik lehetséges út elképzelése. Ez a lehető legizgalmasabb út, amit én el tudok képzelni. Örök hálával tartozunk nagypapának és anyukának. Hanem ők nevelnek minket, már rég elporladtunk volna valamelyik út mentén. Mondta Jancsi, és feldobta a hátára a hátizsákot. Most az úton nem gyűjtöttek gombát, és nem rágcsáltak füveket. Elég jó tempóban lépkedtek. 4 óra gyaloglás után ültek le először pihenni. Elfáradtak. Ettek néhány falatot, ittak vizet, leheveredtek, pihentek 1/2 órát, majd újból nekivágtak az útnak. Erről az útról le kell jobbra térni, de hol? Balra kanyarodott az út, és mi letértünk jobbra? Igen. Balra kanyarodott az út, és jobb oldalon Tisztás volt. Átmentünk a Tisztáson, találtunk egy keskeny utat, és azon nekivágtunk a sűrű erdőnek. Igen, így volt. Pontosan ilyen helyet már 5-öt elhagytunk. Fel kellene mászni egy magas fára, onnan áttekinteni a vidéket. Mivel a vidék dombos, csak dombtetőn álló fáról tekinthető át. Kiválasztunk egy dombot, például azt,
Felmászunk a domb tetejére, és ott egy magas fára. Onnan hát, ha meglátjuk a szürke sziklát. Jancsi elindult, a többiek szótlanul követték. Nem féltek még Ágika sem. Otthon érezték magukat az erdőben. A dombtetőn a lányok leültek pihenni, a fiúk kiválasztottak egy magas és könnyen mászható fát. Sanyi segítségével Jancsi fel is mászott, szerencséjükre megpillantotta a szürke sziklát. Benézte az irányt, lemászott és boldogan közölte a társasággal. Egy óra múlva ott leszünk. A lányok ujjongtak. Lassabb tempóban, azt lehet mondani, sétálva folytatták az utat. Egy óra alatt a patakig jutottak. Lerakták a hátizsákokat és megfürödtek. A fák hegyei felett látszott a szürke szikla csúcsa. Jancsi benézte az irányt. Neki is vágtak az erdőnek. Nem volt egyetlen egy kitaposott csapás sem. Őserdő hatása volt a bokros erdőnek. Körülményesen, de eljutottak a szikláig. Ágika és Sanyi nem észlelték a szikla hatását, annál erősebben Jancsi és Juliska. Ahogy közeledtek, fokozatosan abba a hangulatba jutottak, mint amikor ásták el a kincset. Nem csak a hangulatuk, a régi mi voltuk is megjelent. A szikla közelében Jancsikának erős gyomorfájása lett. Juliska szipogott, majd zokogva sírni kezdett. 10 méterre a sziklától Jancsi, Juliska és Ági leültek. Sanyi vigasztalgatta Juliskát, majd odament a sziklához. Milyen finom az anyaga, csodálatos a kristály szerkezete, mintha bele lehetne látni. Jancsika átölelte Juliskát. Miért sírsz? Abban az időben nagyon szomorú és elveszett voltam. Számomra nagyon fájdalmas volt anyuka elvesztése. A szikla hat rám így. A szikla hatása hozta felszínre a gyerekkori fájdalmakat. Távolodjunk el tőle. Gyorsan felpattantak, úgy 20 lépésre visszahúzódtak, leültek. Sanyi pedig felállította a festő állványt. Jancsinak elmúlt a hasfájása, Juliska is lenyugodott. Szerinted, Juli, merre lehet a Luca banya tanyája? Kérdezte Jancsi. Út volt a tanyától a szikláig, de ezt már nagyon régen benőhette a növényzet. Megbeszélték, melyik lehet a legvalószínűbb irány. Várjunk egy fél órát, beszeretném végezni a festményt. Akkor jó a festmény, ha nem csak azt fessük le, amit látunk, hanem azt is, ahogy hat ránk az, amit látunk. A szikla hatását is szeretném lefesteni. Ebédeljünk itt. Maradhatunk, de még távolodjunk el. Felállt Juliska, fogta a hátizsákot, és még egy 20 méterrel távolabb ment. Jancsi és Ágika követte, leültek, elővették az élelmet. Ebédeltek lassan. Beszélgettek. Ebéd után lefeküdtek. Egyszer csak csörtetve odafutott Sanyi, kiabálva mutogatott. Egy méteres kígyó bújt elő a szikla repedésből. Sanyikám, te nem is ettél? Nem vagyok éhes, menjünk! Jancsi felkönyökölt és ránézett az ilyet Sanyira, és a kígyó azt mondta, éppen Sanyi húsra éhes. Ez nem vicc, én nem is tudtam, ezen a vidéken ekkora kígyók vannak. Na, most már ezt is tudod. Sanyikám, nem szégyelsz ennyire gyáva lenni? Mondta Juliska. Nem. Az igazi művész a hatás hű ábrázolása okából a kígyót is odafestené a sziklához, mondta Jancsi heccelődve. Megvárták, amíg Sanyi vág magának botot, közben Jancsi és Juliska újból benézték az irányt és elindultak. Luca bonya tanyája romját teljesen benőtte a növényzet. A falak ledőltek. Többször elmentek mellette, mire Jancsi megpillantott egy téglát. A kéményből származhatott, egyik oldala még mindig kormos volt.
Tanyától a barlangig vezető útra emlékeztek, annak idején gombaszedéskor többször végigjárták. Egyből meg is találták, a barlang nagyon jó állapotban volt. Letört ágakkal kiseperték. Gyűjtöttek száraz avart, elkészítették a fekvőhelyeket. Sanyi részletesen körbenézte a tájat. Vadállatnyomokat keresett, csak amikor meggyőződött, ez a barlang nem vadállattanya, feküdt le a többiek mellé. Jancsi, beszéljük meg, ki mikor őrködik ma éjjel. Jó, Sanyika, te őrködj éjfélig, én pedig éjféltől reggelig. Te most aludjál estig. Jó, ez így jó is lesz. Ha besötétedik, tüzet gyújtunk a barlang bejáratába. Jó, Sanyikám, és még egy ágyút is beállítunk, mert hadsereg is támadhat ránk. Arra is készenlétben legyünk. Felderítő koromban így tanultam. A tűz megvéd a támadó vadállatoktól, rovaroktól, csúszómászoktól. Lányok, ti itt őrködjetek Sanyi álma felett, én visszamegyek a szürke sziklához, beszélek a kígyóval. Ágika erre felkapta a fejét. Jancsikám, ne menjél egyedül sehova. Ti, mire megetetitek Sanyit és elaltatjátok, én már itt is leszek. Luca banya tanyára Romreához ment, turkált a törmelék között. Gondolta, hát ha talál valamit, emlékként hazavinné. Már többször emlékezett Cacira, de Luca banyára még nem. Fél, ő a más világon is megérezheti, és úgy járhat vele is, mint Vilmával és Lilivel. De egyszer ennek is be kell következni. Egyszer Lucával is el kell végezni az energiák visszaszármaztatását, az energia elszámolást. Oda hívta Oldót, elég messze jelent meg, integetett és Jancsi odafutott. Azóta Luca banya tanyája, vagyis annak a romja. Gondoltam, biztos érdekel. Szeretném megmutatni a szürke sziklát is. Ez a szikla Caci szerint egy másik világból származik. Nem a földön jött létre. Ezen kívül Sanyiról el kell mondanom, a tudatpontja újból visszatért a félős mindennapi szintre. A szürke szikla hatására kilazult, és elmozdult arról a helyről, amelyikre te rögzítetted. Közben megijedt egy kígyótól, és most a saját árnyékától is fél. Beszéd közben lassan közeledtek a romokhoz. Ez itt valójában magas energiatartalmú hely. Luca nem ok nélkül építette ide a tanyáját. Ti mennyi ideig éltetek itt? Fél év körül. Tavasztól őszig. Ezért is vagytok ti ketten ilyen kitartóak. Luca ide építette a tanyáját, mert energiahiánya volt. Itt a legnagyobb mennyiségben lehet felvenni a föld energiáját. Magas az energiaszint, és még a tudatpont is eltolódik olyan szintre, amelyiken jobban lehet felvenni a föld energiáját. Ide kell építeni egy kisebb gyógyszállodát, szanatóriumot. Különösen az idegbetegekre hat jó az ilyen hely. Felpezsdíti az idegrendszer működését. Oldó, a patak vize is gyógyhatású lehet. Felveszi a talajból az energiát, és energiahordozóvá válik. Ez lehetséges, sőt azt is mondhatom, biztosan így is van. Gyógyvíztöltő állomást is építhetünk. Így van, Jancsi. Megnéznéd a szürke sziklát is? Persze! Valószínűleg a két magas szintű energiagóc összefüggésben van egymással. Nincs messze, csak egy kicsit körülményes felmászni. Lassan eljutottak a szikláig, közben Jancsi elmesélte, hogy Luca tanácsára oda ásták el a kincset, amit jövőre szeretne pénzé tenni és megvenni a grófi birtokot, mert most csak bérlik. A sziklától 50-60 méterre megálltak, Oldó sokáig szó nélkül nézte. Itt a kincs nagyobb biztonságban van, mint akár melyik bankban. Igaza volt Lucának, ez a szikla nagyon erősen befolyásolja a tudatpontot.
Jancsi, kezdjed el az alkudozást erre a földterületre. Szerintem ez az állami erdőséghez tartozik, tudtommal még fakitermelése nincs ezen a vidéken. Aránylag olcsón hozzájuthatsz. Vegyél meg körülötte minél nagyobb területet. A grófi birtok vásárlását is megbeszélheted, megbízható bankban bérelj páncélfiókot. Segítek a kincs átvitelében. Lereszkedtek a lucabanya tanyáig, majd onnan elsétáltak a barlanghoz. Oldó megnézte Sanyi festményét, majd a fénytestét is. Azzal az ürüggyel majd megmasszírozza a hátizsák által elnyomott vállát, a háta mögé lépett. Jobb kezével meglökte a tudatpontját, amit ő hátba csapásnak érzékelt. Levegő után kapkodott, majd megrázta magát. Oldó még néhányszor gyöngéden megveregette a hátát. Sanyi megfeszítette izmait és kijelentette. Most már nagyon jól érzi magát. Vacsoráztak. Oldó Ágikához fordult. Dalla beszélt Abadával. Elvállalta az oktatásod. Abada korombéli, nyugodt, nagyon nagy tudású füvesasszony. Én személyesen nagyon nagy tisztelője vagyok. Csodálatos képességei vannak, és nagyon türelmes. Köszönöm, mondta szégyenlésen Ágika. Most már nem vagytok közvetlen veszélyben, nem kell sietni, kapkodni az oktatással. Mostantól az oktatást rendszerezetten a füves világban megszokott módon végezhetjük, mondta Oldó, majd végignézett a lezseren heverésző társaságon. Ágikának és Sanyinak ajánlom egy egyszerű gyakorlat végzését. Ez igazán egyszerű módszer fogékonyságotok fokozására. A mindennapi tudatszintek közül az emeltnek nevezett szinten az ember leghatékonyabb, legokosabb, leggyorsabban működik a következtető rendszere és az emlékezete. Ezzel a gyakorlattal a tudatpont elmozdítható erre, az emelt mindennapi szintre. Fehér faltól 1-1,5 méterre a fallal szemben leültök egy kényelmes karosszékbe. Úgy nézitek a falat, mintha tekintetetekkel rá akarnátok támaszkodni. Amikor sikerül tekintetetekkel rátámaszkodni a falra, megváltozik a légzésetek. Egy pillanatban megáll, majd lassabb és mélyebb lesz. Ha hosszabb ideig ebben a helyzetben maradtok, a tudatpontotok eltolódik az emelt mindennapi szintre. Ha ebben a tudatállapotban dolgoztok, minden munka jobban megy a kezetektől. Még beszélgettek egy vidék növényvilágáról, majd felállt Oldó, elbúcsúzott a mosolygó jókedvű társaságtól, elment, de azért az egyik szövetségesét ott hagyta. Tüzet gyújtottak, készítettek teát, teázás után összebújva elaludtak. Reggel alig megviratt, már felkeltek. Megmosdottak a patak vizében. Reggeliztek és útnak indultak. Elkerülték a szürke sziklát és a tanya romjait is. Nehogy Sanyi tudatpontja meginogjon. Nem siettek, virágot szedtek. Ahogy a nap tűző lett, befeküdtek egy útmenti terebélyes diófa árnyékába. Ebédeltek, majd heverésztek, és csak délután indultak útnak. Szürkületkor érkeztek meg a központi szállodába, átöltöztek, vacsoráztak, majd átmentek a táncterembe. Jancsika megalkotta Luca banya tanyája környékén 1000 hold földterület, a grófi kastély és birtok vásárlását. Bankban szervezett árverésen a kincsnek egy részét, amennyi fedezte a kiadásokat, jó áron eladták. A kastély lett minden gazdasági tevékenység középpontja. Mezőgazdasági kutatóintézetnek is adott helyet. Közös esküvő és lakodalom lett megtartva.
Beindult a kelmefestő műhely, Efnesi Úr és Sanyi nagy megértésben vezették. Felépítették a szanatóriumot Luca banya tanyája helyére. Oldó ajánlására közelében egy szállodát is építettek. Oldó választotta meg a helyet a gyógyvíztöltő állomásnak is. A gyógyvíz forgalomba hozása után hamarosan országszerte közkedvelt lett. Ez a nagy átszervezés 2 évig tartott, amikor minden már ment a saját bejáródott menetében, visszatértek az oktatáshoz. Szépen lassan, úgy, ahogy azt a füvesek megfontolt világában elfogadott volt. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Ne feledjétek, az élet elsődleges célja a tudás terjesztése és fejlesztése. Az emberiség tudása idősebb az emberiségnél, egyidős az élettel.